A bánkiban tanuló, specializált gép- és járműgyártás ágazat diákjai nagy előnyhöz jutottak tavaly, amikor iskolájuk megállapodást kötött a Nyíregyházi Egyetemmel. A jövőben többen szeretnék kihasználni a két intézmény együttműködését. Én a gépészeti ágazaton vagyok a bánkiban, most 10. A osztályban, és az egyetemen majd gépgyártás technológiai technikus szakot szeretnék tanulni, és ezzel tovább foglalkozni. Hasonlóan jártak a Széchenyi István Technikum és Kollégium diákjai, akik gazdálkodás és menedzsment ágazaton tanulnak, szintén már második éve. A fiatalok elégedettek az oktatás minőségével. Nagyon jó volt, a tanárok igyekeztek nem csak tanítani, de nevelni is minket, és segítettek a mindenben. Támogattak versenyen. Arra mentek rá, hogy igyekeztek logikusan elmagyarázni és megértetni velünk a szakmát, és nem csak, hogy bemagoljuk. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum két iskolája már tavaly bekapcsolódott a pilot projektbe, akkor országos szinten néhány iskola vett részt a programba. Ez a két helyi intézmény a Bánki Donát Műszaki Technikum és a Széchenyi István Technikum. Idén viszont már bővült a kör, és újabb ágazatban kapnak lehetőséget a tanulók. Utóbbi iskolában a gazdálkodás és menedzsment mellett az informatikai ágazatban is elindult a képzés, így most már közel 200 fő vesz részt az okleveles technikus képzésben. Reményeim szerint következő évben már az érettségi utáni képzéseknél is elindíthatjuk ezt, tehát nagyon bízom abban, hogy jövőre az érettségizők fiataloknak kínáljuk majd ugyanezt a lehetőséget. Ők két év alatt nyilván részt vesznek majd ebben az okleves technikus képzésben, és ilyen előnyökkel mehetnek majd a felsőoktatásba. A legnagyobb előny, hogy egyes szakok esetében 34, de akár 60 kreditet is beszámolhatnak a Nyíregyházi Egyetemen az okleveles technikum képzésen végzett középiskolásoknak. Ez azt jelenti, hogy fél vagy akár két fél évvel korábban is diplomát kaphatnak. Az érintett szakok hiány szakmákhoz kapcsolódnak, így nem csak a Nyíregyházi Egyetem juthat több hallgatóhoz, hanem a helyi gazdaság számára is jó hatással lehet az együttműködés. A megyében és ugye országosan is hiány van a műszaki területeken, az informatikai területi végzett hallgatókból, illetve szakemberekből, és kimondottan ugye a gazdálkodás menedzsment szakunk az, ami viszont ugye eleve népszerű, és eleve ugye gazdasági jelentőséggel bír, de az itt felsorolt szakok mindegyike az egyébként. Tehát direkt azért célzottan dolgoztunk azon, hogy ezekhez az alapképzési szakjainkhoz tudjunk olyan technikusi képzéseket kapcsolni, amikkel ugye lehetőség van rövidebb idő alatt az alapképzési szakot elvégezni. A Nyíregyházi Egyetem célja, hogy a náluk végzett hallgatók majd a megyében találják meg számításaikat a munkaerőpiacon. Az intézmény fejlődési pályán van, nemzetközi környezetet biztosítanak az egyetemistáknak, hangzott el a sajtótájékoztatón. Mai munkaerőpiaci helyzetben úgy gondolom nagy jelentősége van annak, hogy hamarabb kapják meg az oklevelet, és hamarabb tudnak elhelyezkedni munkahelyen ezek a fiatalok, de természetesen maradhatnak tovább, és választhatnak még újabb szakokat is a Nyíregyházi Egyetemen. Nem az első megállapodás, amit most aláírtunk, már az elmúlt évben is voltak erre aláírt együttműködési megállapodásaink is, tovább fogjuk folytatni, megpróbáljuk újabb és újabb szakokra kiterjeszteni az okleveles technikus képzés vonatkozásában az együttműködési megállapodást a szakképzési centrumokkal. Az okleveles technikus képzés a technikumok és az egyetem oktatói által közösen kidolgozott képzési program alapján történik, így magas szintű képzésben részesülnek. A végzést követően az okleveles technikus bizonyítvánnyal a kezükben eldönthetik, hogy középvezetőként munkába állnak, vagy élve a kreditbeszámítás lehetőségével folytatják tanulmányaikat az egyetemen.